nem azonos a Romániában kapható és a Nyugat-Európában forgalmazott élelmiszerek minősége, az azonos márkájú és csomagolású termékek esetében sem. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján 9 élelmiszer esetében találtak eltérést a termékek összevetésekor. A bukaresti mezőgazdasági minisztérium vezetősége szerdán tartott sajtótájékoztatót, amelyen ismertette a Nyugat-Európában és a Romániában forgalmazott azonos élelmiszerek összevetésének eredményeit. Közölték, 29 megvizsgált élelmiszer, tej és hústermékek, konzervek, csokoládé közül 9 esetében találtak eltéréseket az összetételt illetően. A termékek kalória és protein tartalma vagy nem egyezett meg a címkén feltüntetett értékkel, vagy a nyugat-európai terméken feltüntetett érték eltért a Romániában forgalmazottétól. Szükségesnek találtuk, hogy a kivizsgálás eredményeit azonnal a közvélemény tudomására hozzuk. Ugyanakkor azonnal informáljuk az Európai Bizottságot, és kérjük, hogy gyorsítsa fel a szabályozási folyamatot, annak érdekében, hogy egységes jogi eszközökkel tudjunk fellépni a kettős mérce alkalmazása ellen bármely tagállamban. Ez ugyanis jelenleg nincs szabályozva. Pétré Dájá hangsúlyozta, ilyen ellenőrzéseket folyamatosan kellene végezni a kettős mérce alkalmazásának felderítése érdekében. Mihály Tudósi miniszterelnök utóbb erről a témáról úgy vélekedett, hogy az európai szabályozás elkészültéig Románia belső szabályozással kell megoldja, hogy az állampolgárok tudomására hozza, mely cégek tekintik másodrendű uniós tagállamnak Romániát.